Maite Peroni, Molnár Ilona. William Lévi, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Orosz István, Círják Csilla, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Makranci Zalán, Rancsó Dezső, Rátonyi Hajni, Zöld Csaba, Madarász Éva, Herman Lilla, Halász Aranka, Seres Dániel, Talmács Márta, Kerekes Andrea, Renát Zoltán, Kelemen Kata. Árva angyal. Mióta vagyok itt? Majdnem 2 napja. Istenem, tényleg? Nagyon rosszul voltál, Blanka. Szerencsére a legrosszabbnak talán vége. És ami a legfontosabb, nem haltál bele. Blanka? Blanka? És a gyerek? Juan Miguel, a gyereked? Nincs semmi baja. Szerencsére nem esett semmi baja. Én bántottam valakit? Maricsújt? Nem. Nem, Blanka. Csak az anyját. Hogy tehettem ilyesmit? Hogy tudtam? Blanka, először is nem te voltál. És szerencsére Cecilia nem sérült meg súlyosan. Bekötöztem, és már sokkal jobban van. Megint börtönbe zárnak, ugye? Nem, nem. Velarde úr nem fog feljelenteni. Minden marad a régiben. Maricsúj, nem hittem, hogy bejössz majd ide. És hogy van? Jól, jobban van. Bemehetek? Parancsolj. Na jó, mesélj csak! Jaj, mindjárt mindent elmondok. De hát annyira megalázott, halálosan megsértett engem. Jaj, beszélj, légy szíves. Amikor délelőtt beszéltünk, azt mondtad, boldog vagy. És mostanra minden elveszett. Ezt miért mondod? Most mindenképp meg kell gátolni, hogy Maricsúj visszatérjen a Velarde házba. Meg kell gátolnunk, hogy Cecilia kidobjon onnan. Meg kell akadályozni. Mindenképp. Kerül, amibe kerül. Mindenképp tüzelnem kell ellene Patriciót. De mégis miért? Beszélj világosan, kérlek! Izrael kegyetlen tréfát űzött velem. Tessék? Igen, nem szeret. Mi több, meg is vet engem. Szórakozott velem, és most el akar hajítani. De hát azt mondta... Igen, világosan. Csak játszadozott velem. Legszívesebben megfojtanám. Beszélhetnék vele? Persze, tessék. Jó. Akkor most kimennél? Hát persze. Bocsáss meg, hogy elvittem a gyerekedet. De aztán annyira megijedtem, hogy valami baja esik, és semmi másra nem tudtam gondolni, hisz... Én, tudod, szeretem a gyerekeket. Na jó, elég a szövegből. Igazából ki vagy te? Ki? Hm? Gyere csak be! Elsa? Csak egyetlen bőröndöt akarsz Igen. vinni? Csak nem akarsz csomag nélkül menni, Elsa? Gondoltam, mindent megveszek, ami tetszik, arra felé, amerre megyek. Meglátod, amikor visszajövök, egy halom csomagom lesz. És 1 millió új névjegyem. Elsa életem, hívj minél hamarabb. Amíg nem hívsz, nem alhatunk nyugodtan, édesem. Miért? Hiszen nincs semmi bajom. Igen,
De látod, mit csinál édesanyád? Azóta is zokog. Előttem nem kell tettetned. Ha? Azt hittem, sikerült becsapni titeket. Ó, nem. Na jó, ne, nem fogok sírni. Csak semmi sírás, kérlek. Muszáj lesz tartanom magamat, mert Beatrice nem láthat szomorúnak. Megígérem. Nem láthat engem ilyen bánatosnak. Persze, lányom. Ki az? Én vagyok, Beatrice. Elég! Ne panaszkodj tovább, Estefánia! Te tehetsz az egészről! Nem láttad, mi folyik az orrod előtt? Ráadásul én vagyok a hibás! Igen, mert soha nem hallgat senkire! Mindig azt csinálod, amihez épp kedved kérlek, van! Kérlek, ne kiabálj velem! Rendben, jó. Figyelj, Estefi, ne maradjunk tovább ezen! Mit nyerünk vele, ha elkezdünk vitatkozni? Megmondom, mi lesz. Csak komolyan végig kell gondolni a helyzetet. Nos, nincs sok meggondolni való, nincs sok választásom. Figyelj, én úgy gondolom, igazad volt abban, amit mondtál egy pár perce. Mire gondolsz? Hogy el kell távolítani őket egymástól. Ne add fel, amit megszereztél a világ minden kincséért se, mert akkor mindnyájan tönkre megyünk. Nem segíthetek. Már mindent összepakoltam. Képzelheted, milyen izgatott vagyok, imádok utazni. Mit akarsz, mit hozzak? Semmit, nem érdekes. Hozok neked valamit az esküvőre. Elküldöm neked majd gyors postán, hogy időben érkezzen. És a gyereknek is sok mindent veszek majd. Ha esetleg NASA ajándéklistát írtok, amiről választhatok, csak szóljatok, hogy fel tudjak készülni. Elsa, ugyan már? Na, mert gondolom nem álltok meg egy gyereknél. Eduardo annyira szereti a gyerekeket. Csókoltatom őt is, Beatrice. Fel akartam hívni, de valahogy nincs rá időm. Jó, megmondom. És kérlek, búcsúzz el a többiektől. Rossiónak és Vicentének nagyon sok boldogságot kívánok az esküvőre. Majd átadom. Ne higgyétek, hogy elfeledkeztem Nelson könyvéről. Alaposan átgondolom, mi a teendő, és mire visszaérek, az első dolgom az lesz, hogy elmegyek majd egy kiadóhoz és leközöltetem. Ne, csak semmi sírás. Na jó. Ideje indulni, különben elkésünk. Na, igen, apu. Akkor gyerünk. Abban maradtunk, hogy nem lesz bánatos búcsúzkodás. Meglátod, nem sokára visszajövök. Minden jót, Elsa. Légy nagyon boldog. És te is. Na, mehetünk, apa. Mehetünk. Erős lány vagy, Elsa. Tudom, hogy egy nap rátalálsz a valódi boldogságra. Hogy van ma? Hogy érzi magát? Jobban, köszönöm. De szomorúnak látszik, tényleg nincs semmi baj. Nem tudom, talán elfertőződött a seb. Azt nem hiszem. És ma már átkötözték? Igen. Eljött Juan Miguel és megnézte. Bent van a klinikán, és vigyáz arra a lányra, a nevelőnőre. Uh-huh. Na és ő hogy van? Azt mondták, hogy az állapota még mindig válságos, de bizonyos javulást láttak nála. Nos, talán nagyon szerencsés, és megmarad. Remélem. És tényleg meg tud bocsátani neki Cecilia? Tényleg nem is dühös rá azok után, amit tett? Ugyan, szegény, nagyon beteg, Estefania. Magam sem tudom, hogy ki vagyok. Mert összezavarodtam. Annyira, hogy legszívesebben meghalnék, kilépnék a testemből. A testem olyan, akár a börtön, véget vetnék végre a kínszenvedésnek. Jó, de valaki azt mondta, hogy a testedben két ember van. Akkor melyik az igazi? Ivett vagy Blanka? Állítólag Blanka vagyok, és a másik a betolakodó, kegyetlen, véres gyilkos. Ő az. Egy gátlástalan és erkölcstelen nő, akinek össze-vissza élete van, és hagyja, hogy elragadja a szenvedély. Aki gyűlöl, és aki pusztít. Ő az, ő Ivett.
Igen, és azért a nőért bolondult annyira Omar. Nincs igazam? Aki miatt majdnem megbolondult. Ő nem létezik. Nem létezik, csak egy kísértet. Nem létezik. A komplexusaim és a félelmeim kivetülése. Valami gonosz, valami sötét, ami tudat alatt rejtőzik. Na jó, ez nekem kínaiul van, de körülbelül értem, hogy az a nőcske a lelked mélyénél. És a testedben rejtőzik, nem? És a